Sziasztok mindenki, jó reggel! Tehát üdvözöllek benneteket itt a Being You reggeleken. A mai témánk az az lesz, hogy hogyan válasz nagyobbat. Ha benne vagytok, akkor gyorsan megosztom ezt a live-ot az összes csoportban, amíg megtaláltok minket. Ó, oh, itt is vagyok, wow, ez gyors volt, Nika lettem, jó, van, akkor sziasztok! Remélem, hogy szuper jól vagytok. Kép, meg is hoztattam a csoportban. Sziasztok! Itt. Jó reggelt! Fú, hát már nagyon vártam. Egyébként volt már egy ilyen sorozatunk, amiben a önmagadként létezésről beszélgettünk. Nem is tudom, hogy mikor volt az. Talán egy éve, vagy három éve, nem is emlékszem pontosan. Ma reggel pedig szuper témát kaptam. Igazából Krisz választotta ki a témákat, és ő választotta nekem azt, hogy hogyan választ nagyobbat. De szerintem szuper. szuper. Uh, úgymond uh, most így témába vágó nálam is ez, úgyhogy lesz miről mesélnem nektek. Holnap reggel 8 órakor Krisz vár majd benneteket, ugyanitt az oldalunkon, vagy a YouTube csatornánkon, illetve szerdán együtt fogunk jelentkezni, úgyhogy mindkettőnkkel találkozhattok. Ugye azért készítjük ezt a sorozatot, hogy egy kicsit betekintést adjunk nektek abban, hogy milyen is egy Bing tanfolyam, meg milyen témák vannak, miről beszélgetünk ha nem bánjátok, akkor még egy kicsit egy csicsit csetizek, amíg mindenki megtalál minket. Jó reggelt! Sziasztok! Hát én nagyon vártam ezt a reggel, tegnap egy csomó tűnődtem azon, hogy mi mindenről fogok nektek mesélni. Elég sok minden van most bennem, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy talán jobban, mint eddig valaha aktuálisabb nálam ez a téma, hogy mit is jelent önmagadnak lenni, önmagadként létezni. Mindig azt hiszem, hogy így eljutok egy pontra az életem, és akkor, ah, én ezt már tudom, ah, én már annyira önmagamként létezem. Aztán hoz az élet egy-két olyan helyzetet, amikor rádöbben az ember, hogy hát igen, akkor ott önmagamnak létezni azt jelentette, de hát itt és most mit jelent nekem önmagamnak létezni. És biztosan megfigyeltétek ti is azt, hogy ha, ha visszanéztek az életetekre, akkor mondjuk az elmúlt öt évben milyen sokat változtatok, hogy, hogy, az elmúlt tíz évben, hogy, hogyha visszagondolsz arra, hogy ki voltál tíz évvel ezelőtt, az olyan, mint hogyha egy ilyen kis szűk dobozkában ücsörögtél volna, és onnan nézted volna a világot, és most meg sokkal nagyobb a világ, sokkal tágasabb minden. És az az izgalmas, hogy ennél mindig van több, és valahol az önmagadként, lé... számomra legalábbis ez az egész utazás, amit életnek hívunk arról szó, hogy egyre inkább felfedezzem saját magamat, meg azt, hogy, hogy ki vagyok én valójában, és hogy a legtöbb helyzetben em, tudjak önmagamként létezve lenni. Ugye, ha önmagadként létezel, akkor az életedet nem a reakciókból, nem az érzelmekből, nem a válaszaidból, nem azokból a nézőpontokból próbálod megteremteni, amit úgymond a családodtól elhoztál, vagy a gyerekkorodban felvettél, hanem ez valami teljesen más dolog is. Azért izgalmas szerintem az önmagadként létezés, mert amikor elkezdesz önmagadként létezni, akkor rájössz arra, hogy az emberek nem fognak tudni megérteni téged. Az emberek nem fogják tudni megérteni a választásaidat, hogy te mit, miért hozol, hiszen annyira más vagy, mint mindenki más, annyira más neked az, hogy szóval ahhoz, hogy eljuss az életedben arra a pontra, ahol el szeretnél menni, az mindenkinek a legtöbbször egy olyan pont, ahova még soha senki nem ment el az életben. Ezért ahhoz, hogy elmehess arra a pontra, ahhoz a ponthoz úgy tudsz eljutni, hogy olyan választásokat hozol, amit senki más nem hozott még, vagy amit senki más nem merne meghozni. És ez egy ilyen izgalmas dolog, hogyha az életünket úgy éljük, hogy nagyon sok gázlángozásban volt részünk, ugye pont ez volt a témánk a brilliáns tagságban, hogyha az életünket, hogyha egész életünkben gázlángoztak minket valamilyen módon, ugye mit jelent a gázlángozás, Pont írtam tegnap egy jegyzetet ezzel kapcsolatban, és volt egy, egy annyira jó mondat, ami így kijött belőlem, az, az, az volt egy ilyen izgalmas dolog, hogy ne, talán nem is a gázlángozásról mondtam, hanem valami másról, hogy várjatok, megkeresem, mert itt írtam egy jegyzetet tegnap, miközben a hanganyagot készítettem. Uh, nem. Da, 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 da. pillanat annyira jó volt ez a mondat szerintem nektek is nagyon ó, uh, oh, itt van szóval, hogy um, álljatok ta, 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 ta. Oh, most nem találom, pedig valaki még be is írta a csoportba na mindegy, majd hát, hogyha um, Na jó, mert hát, hogyha följön bennem. Azt hittem, hogy megtalálom, annyi jegyzetet írtam, miközben készítettem a hanganyagot. Sokszor az van, hogy leülök ide reggel elkészíteni a brilliáns hanganyagot, és olyan információk jönnek át rajtam keresztül, én mondom, ó, wow, ez durva, és akkor közben én is jegyzetelek, hogy megjegyezzem magamnak későbbre. Szóval vissza a témánkhoz. Amikor valaki úgymond gázlángoz téged egész életedben, és elhiszed, hogy nem vagy elég jó, elhiszed, hogy nem ér semmit az illető nélkül, elhiszed, hogy te kevesebb lennél, amikor, amikor valaki folyamatosan úgymond olyan módon gázlángoz téged, hogy, hogy ne legyél az erődben, hogy kevesebbnek gondold magad, hogy hogy, 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 hogy úgy ne legyél, annyira önmagad, mint amilyen valójában vagy. Mert, mert, higgyétek el nekem, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogyha önmagadként létezel, akkor, akkor az, az nagyon félelmetes az emberek számára, mert úgymond az ő szemükben több leszel, mint ők. Az emberek addig érzik jól magukat, ameddig te, te kevesebb vagy, mint ők. Um, nézzétek meg, hogy mennyi ember van körülöttetek, aki addig fog kedvelni téged, addig fog tudni elviselni téged, ameddig Kevesebb leszel, mint ő, szóval soha nem érsz oda, ahol ő van, de nem mész fölé. És ezért nagyon sokan azt csináljuk, például én is nagyon sokszor ezt sem az életemben, hogy próbálok normális lenni. Amikor önmagadként létezel, akkor úgymond nem vagy normális, egy csomó módon, de nem egy ilyen őrült módon, hanem csak nem leszel olyan, mint a többiek, a nagy átlag, nem leszel ez a klasszik normális, ami, amit mindenki lát. Sokszor mesélem mostanában ezt a sztorít, hogy jártam egy edzőhöz, ahol nők jártak, és mondjuk egy órában járt hat nő, és akkor így váltottuk egymást folyamatosan. És rengeteg csaj volt ott, és amúgy tudtam, hogy engem nem kedvelnek az első perc, hogy oda kezdtem Én Őszintén semmit nem csináltam, egyszerűen csak léteztem. És pontosan tudtam, hogy mennyire nyomogatom a gombjaikat, meg hogy mennyit beszélnek rólam, meg hogy mennyit ítélkeznek rólam. De úgy voltam vele, hogy not my circus, not my monkeys, nem az én cirkuszom, nem az én majmaim, úgyhogy nincs velük mit foglalkoznom, és egy nagyon kedves barátom is elkezdett oda járni egy pár hónap csúszatással. És ő jóba lett ott egy-két csajjal, és miután én már nem jártam oda, mert ez egy hat hónapos program volt, miután már nem jártam oda, ők elmentek kávézni, és akkor ez a csaj Felhozott engem, hogy valahogy szóba kerültem, és akkor mondta, hogy jaj, fú, én utálom azt a csajt. És akkor kérdezte tőle az ismerőse, hogy ott mégis miért utálod, és azt mondta, hogy mert olyan fura. És ez volt életem egyik legnagyobb bokja, amit valaha kaphattam, és azt mondtam, hogy wow, ez durva, hogy wow. Hogy régen, ha valaki ezt mondta volna rám, visszajut hozzám, akkor összeomoltam volna, és így összehúzódva sírtam volna egy sarokban akkor meg ott ültem, és mondom, hogy úristen, ez az egyik legnagyobb bóka, amit valaha Mert végre, mert azt láttam, hogy ők miben vannak, élik ezt a hétköznapi valóságot, jaj, milyen edzőruha van rajta, méregetik, jaj, vajon ki lehet, vajon mennyi pénze van, milyen autóval jött, bla. -la -la. nem releváns nekem ez. Na, ez, nem az én majmaim ezek az emberek, nekem velük semmi dolgom nincsen, és... Ez az egyik legnagyobb dolog, amit kaphatsz. Mi csinálunk az életben, ami szerintem egy durva? Azt csináljuk az életünkben, hogy hajlandóak vagyunk arra, hogy egy kicsit jobbak legyünk, mint a normális. De nem vagyunk hajlandóak olyan nagyszerűek lenni, amilyenek valójában vagyunk. Ezt úgy mondta nekem dr. Dénhír, hogy you are, nekem mondta, mert azt mondta, hogy még mindig megpróbálsz normális lenni, még mindig mindent megteszel azért, hogy úgy nézzel mint a legtöbb ember, hogy, hogy, hogy olyan legyen az életed, mint a legtöbb ember. És ő mondta nekem, hogy you are willing to be better than normal, but not as great as you. És én hogy wow, ez durva. Hogy igen, arra már hajlandó vagyok, hogy egy kicsit jobb legyek, mint a, az átlag, vagy a normális. A jobb az ilyen nagyon Macska körömben nem, nem lehet senkinél úgymond jobb az életben, mert mindenki egy végtelen lény. A, ami megkülönböztet minket egymástól, azok a választásaink. De valójában mindenki egy energetikai tér, ami, ami, ami tele van mindenféle klasz energiával, hála, öröm, boldogság, megengedés, könnyedség kíváncsiság, ezek vagyunk mi természetünknél fogva, ezek nem érzések, a boldogság nem egy érzés, hanem az a lényettere, az öröm, amikor ezért szoktam nektek mondani, hogy ezért fontos az, mert amikor elkezdesz önmagadként létezni, akkor elkezd megjelenni az öröm az életedbe, függetlenül attól, hogy mi van, mi, milyen, a, milyen a külvilág körülötted. Amikor azt érzed, hogy nem vagy boldog, az a legtöbbször nem hozzá tartozik, hanem hanem egyszerűen csak éber vagy arra, ami zajlik körülötted, mert amikor örömteli vagy, az, az vagy te. Az öröm, -e, ez az érzés, mi így is, az tulajdonképpen a lényed tere amikor kizökkensz ebből, a, ebből az energiából, akkor kell körülnézni, hogy oké, okay, mi történik itt, mit választok itt, mit csinálok itt, mi ez az egész, ami történik velem. És az egyik legizgalmasabb dolog, amit ma reggelre akartam nektek hozni, és szerintem nekem ez volt az egyik ilyen nagy aha pillanatom, amikor rádöbbentem már, hogy basszus, az önmagadként létezés, az nem valaminek a csinálása, ahhoz nem valamit csinálnod kell, hanem ahhoz valamit létezned kell Szóval az önmagadként létezés, hogy benne is van, az, az létezésről szól, nem a csinálásról szól. És én nekem nagyon sokáig az önmagadként létezés, az a csinálás volt, elkezdtem akkor jól csinálni a dolgokat, akkor megfigyelni, hogy jaj, nem szabad ítélkezni, akkor jó, akkor nem ítélkezem. De nem egy olyan térből történt ez az egész, hogy Úristen, akkor ez vagyok én, akkor felfedezem magamat, hogyha én igazán önmagam lennék, akkor ki lennék. Nekem az egyik kedvenc kérdésem, amit. Nagy szeretettel itt hagyok nektek ma reggel, hogy, hogy játszatok azzal, hogy oké, okay, ma ki vagyok én? Hogyha nem tudnám, ha nem tudnám, hogy ki vagyok, akkor ki lennék? Mert az van, hogy nagyon sok nézőpontunk van arról, hogy kik vagyunk. Nagyon sok elképzelésünk van arról, hogy kik vagyunk. Nekem meg a nagy felfedezésem, hogy fogalmunk sincs, hogy kik vagyunk, mert van, egy, van egy, egy úgynevezett program, ami fut bennünk folyamatosan, és úgy képzeljétek el magatokat, mint egy ilyen szuperkomputert, aki megszületik, idejön, üres a merevlemez, és azt csináljuk, hogy folyamatosan töltögetjük be magunkba a dolgokat. Látjuk a szüleinket valamilyen módon, jelen lenni a pénzzel, egymással, a párkapcsolatban, hallunk beszélgetéseket, ugye a gyerekek szeretnek kíváncsiskodni, meg hallgatózni félfülle, hogy na, a szülők miről beszélgetnek, a barátokkal, vagy a nagyszülőkkel. Öm, rengeteg reakció van a, a család részéről, a szülők részéről, a nagyszülők részéről, a pénzzel, a testükkel, lehet, hogy a nagymama mindig panaszkodik, hogy mindig itt fáj, ott fáj, jaj, nincs pénz, nem baj, kislányom, addig nyújtózkodjál, amíg a takaród ér. Rengeteg mindent hallottunk egész életünkben, és az, amit egész életünkben hallottunk, az formálta azt, hogy kik vagyunk, az minket valamivé formált. És ez az izgalmas szerintem, hogy megvan-e bennünk a hajlandóság arra, hogy minden, amivé formálódtunk, arra úgy tekintsünk, hogy oké, okay, ez is egy valami, de hogyha mögé néznék ennek az egésznek, akkor mit találhatnék meg magammal kapcsolatban, és én azt látom, hogy ez az önmagunként létezés, ez egy, ez egy örökös felfedezés. Rengeteg színe, árnyalata, ajándéka van a lényünknek, ami, amihez jelenleg úgymond nem férünk hozzá. És ez az utazás pont erről szól, hogy szépen, lassan, fokozatosan egyre közelebb és egyre közelebb kerüljünk a lényünkhöz, ahhoz, akik mi, mi valójában vagyunk. És ugye most hétvégén, jövő hét szombat, ezen a héten szombaton, milyen nap van ma, úristen, ma hétfőn? Szóval so, ezen a héten szombaton lesz egy egynapos napos tanfolyamunk, amit közösen tartunk a Krisztel, itt Budapesten a Kramplázában, de online is részt lehet venni, szóval ha nem vagytok budapestiek, akkor is részt tudtok venni, ez egy egész napos program, tíztől este hatig tart, lesz egy egy órás ebédszünet napközben, meg néhány kávészünet, és ezen a tanfolyamon pont erről fogunk beszélgetni, egy elképesztően klassz kézikönyvet, nem tudom, hogy itt van a kézikönyvem, Szerintem nincs, de a lényeg, megmutatom nektek egy ilyen nagyon vastag kézikönyvet, fogunk, ez egy másik füzetpont, hozzá, amit tele van eszközökkel. Szóval az a nap pont erről szól, hogy legyen sok-sok felismerésünk, sok-sok tisztítása, beszélgetése, facilitáláson keresztül, elkezd úgymond az a dióhé, amiben be vagyunk szorulva, az úgy meg. Elkezd, el, elkezd, végre így megrepedni, amin, amin végre a, a, lényednek a fénye el tud kezdeni kiragyogni, bármilyen furán is hangzik ez, amit most mondok, de tényleg ez a lényeg, hogy uh, egyszer Joe Dispenzával hallgattam egy nagyon szuper podcast beszélgetést, és ő mondta azt, hogy, hogy kvázi 35 éves korunkra 95 annak, ami vagyunk, az, egy, az, az, az úgymond programozott. Uh, és nem egy ilyen összeesküvés módon, hanem hanem egyszerűen minden programoz minket, amit hallunk, amit látunk, amit mondanak az az ország, ahol élünk, a, a környezetünk, a szülők, minden tulajdonképpen programoz minket valamire, és az emberek ott vannak sokszor 30-35 évesen, hogy nem működik az élet, nem működnek a párkapcsolatai, nem működnek a emberi kapcsolatai, nem megy úgy a, a siker, vagy nem jön úgy a siker, nem megy úgy a munka, és nagyon sokszor nem abban keresendő a megoldás, hogy oké, okay, mi a baj velem, hogyan tudnám a pénzügyeimet rendbe tenni, mert ha nem vagy önmagad, akkor, akkor nem tudod, hogy mi a te valóságod a pénzzel. Hogyha nem vagy önmagad, hanem va akkor mindig valaki másnak a pénzügyi valóságát fogod teremteni. Például ez egy szuper kérdés lehet, hogy oké, te kinek a pénzügyi valóságát akadozik a lejátszás? Várjatok, majd nézem. Én elvileg jó vifin vagyok, de majd írjátok meg, hogy másoknál is akadozik-e, de lehet, hogy mintha tadognék. Ajaj, azt nem szeretné. Majd megírjátok, hogy, ti, hogy mindenkinél akadozik a kép, vagy csak az Erzsinél. Oké. Okay. Szuper. Legalább akkor volt egy kis időm, hogy ügyök egy kortyot. Szóval, hogyha ha nem tudom, hogy mi az én igazságom, hogyha nem vagyok önmagam, hogyha csinálok valamit ö, az életemben, ami nem én vagyok, akkor, akkor nem fogom tudni rendbe rakni egyik területét sem az életemnek, mert ha én nem vagyok önmagam, akkor megint valamit majd csak a programból fogok tudni csinálni, teremteni, létrehozni. És nekem ez egy ilyen izgalmas kaland a saját életemben rádöbbenni arra, hogy oké, okay, ne nem azért nem volt soha a pénzem, úgy pont most meséltem valakinek a napokon, -e, hogy nagyon durva volt, képzétek el, hogy 2019-ben, amikor elváltam és visszaköltöztem Budapestre, durva volt, és ez most jutott az eszembe, hogy én ott laktam a Margit híd Budai híd főjénél, ugye ott jár a 4 6 villamos, és a hatodik kerületbe jártam dolgozni, és akkor azt csináltam, hogy a Margit híd Budai híd elmentem a 4 6 villamossal az oktogonig, és akkor ott az Andrási úton sétáltam be, az operánál volt a munkahelyem. És emlékszem arra, hogy 2019-ben annyira nem volt pénzem, hogy egy tízes tömbjegyjel mentem, mindig a villamoson, a kezembe szorongattam, soha nem ültem le, és akkor mindig figyeltem jobbra-balra, hogy jön -e az ellenőr, mert nem volt pénzem uh, bérletre. És emlékszem arra, amikor eljött az a nap, azt hiszem szeptember vagy októberben, amikor már kezdtem úgy kicsit helyre rázódni, anyagilag meg, meg úgy lelkileg is, meg, meg nagyon sok felismerésem mentem keresztül, az volt az az időszak az életemben, amikor kettőig tanítottam, a suliban vége lett a, a sulinak, azonnal hazamentem, és otthon bezárkoztam a, a lakásba. Vagy, vagy maximum, amit tettem magamért, hogy ott van nem messze a Gülbaba-tűrbé, és ez egy gyönyörű rózsakert, meg nagyon szép az a hely. Mm. És akkor ez viszonylag közel volt onnan, ahol laktam. És akkor oda kiártam, ott kint ültem, mezitláb ültem a fűben, de igazából azt éreztem, hogy meghalok. Szóval azt éreztem, hogy a lelkem minden nap egy kicsit elpusztult. De közben, az is halt meg minden nap egy kicsit, ami nem voltam. És nagyon sokszor volt olyan élményem nekem a saját életemben, amikor azt éreztem, hogy ért valami elképesztő csalódás, hogy ért valami durva fájdalom. Például két héttel ezelőtt volt egy ilyen estém, amikor így azt éjszakám, amikor jött egy hír, amit tudtam, de úgy akartam tenni, mintha nem tudnám, hogy ez történik, és megtörtént, és akkor megtörtént, akkor így arcul csapott ez a sztori, és így Aznap éjszaka, fú, kidobtam a tacsot egy párszor, nem tudtam aludni, remegett a testem, izzadtam egész éjszaka, elképesztően rosszul éreztem magam. És nem tudtam eldönteni abban a pillanatban, hogy most pusztulok el, és halok bele ebbe a sztoriba. Vagy az az erő és energia, amit feladtam az elmúlt két és fél évben, az olyan intenzitással tér vissza a testembe, hogy azt érzem úgy, hogy mindjárt meghalok. És röhögtem magamban, miközben szenvedtem, hogy na most mi történik, most tényleg itt elpusztulok és meghalok? Vagy most az történik, hogy, hogy minden, amit feladtam magamból, minden, amiről lemondtam, minden, amit, amit saját magam elől próbáltam elrejteni, mint igazság, az az energia, amiről lemondtam, az most végre jön vissza a testembe, és ez annyira intenzív élmény, amikor az ember lemond magáról, akár évekig, legyen szó egy munkahelyi dinamikáról, ahol a főnököd egy sekfej vagy gázlángozó, vagy ö, amikor nem tudom, azt mondod egy ponton, hogy ha ilyen a szülő, hogy figyú, ez a szülőm, de én, én, én ezzel nem tudok kapcsolódni. Hát ez elpusztít engem minden alkalommal, ha találkozunk, vagy hogyha egy, ha kapcsolódunk. De lehet ez egy párkapcsolat, lehet ez egy baráti kapcsolat, szóval szó, bárhol megtörténhet ez a dinamika, és nagyon sokszor van ez, amikor az emberre megtörténik, amiről tudta, hogy meg fog történni, de úgy tett, mintha nem tudná, hogy meg fog történni, ugye pont erről beszélgetünk most a brilliáns tagságban is, hogy elképesztő futuristák vagyunk. Szóval durva, én konkrétan olyan élményeim vannak, főleg az utóbbi időben, hogy, hogy látom a, a, jövőt, emberekkel konkrétan megtörténni dolgokat, és így kimondom a számmal, az emberek megnézek, hogy jaj, miről beszélsz, és akkor megtörténik, mindenki így néz, hogy ez durva. És na, ez történik, hogy amikor elkezdesz önmagadként létezni, elkezd rólad lekerülni ez az üvegbúra, amivel az éberségedet próbáltad elrejteni magad elől, amit próbáltál, um, amiről próbáltál nem tudomást venni, mert nekem ez lenne a kérdésem mindannyiótokhoz, hogy az életeteknek melyik pontján döntötted el, hogy az éberség ged túl intenzív neked, túl sok ez az információ, inkább nem akarsz ennyi információt, mert az veszélyes, mert az Fájdalmas, mert akkor meglátod az igazságot, és á, inkább nem. Inkább megpróbálom olyannak látni az embereket, amilyennek akarom őket látni, nem olyannak, amilyennek valójában. Megpróbálom őket felvértezni mindenféle csodálatos tulajdonsággal, amivel egyébként nem rendelkeznek. És megpróbálunk, melyik volt az a pont, hány éves vagy, amikor eldöntötted, hogy ez túl sok, túl intenzív, creepy, nem lehet mindent előre ennyire tudni. Inkább nem akarok erről tudni. És fogtad, és az éberségedre ráhúztál egy ilyen üvegharangot, és azt mondtad, hogy ez nekem túl más, én ezt nem kérem, köszönöm szépen. És az történik ilyenkor, hogyha volt egy ilyen pillanat az életedben, ha úgy voltál vele, hogy á, erről nekem nem szabadna tudnom, á, ezt inkább én elrejtem uh, magam elől, akkor azt történik, hogy elkezded az éberségedet uh, magad mögött hagyni, kizárni az életed minden területén, és olyankor jönnek azok a dolgok, hogy hát ez meg megint, hogy a francba történetet velem, ezt már megint mivel teremtettem, hogy lehettem ilyen hülye, hogy cseszhettem el ennyire, uh, miért vagyok ilyen kukú, mit nem akartam meglátni, és ez van, hogy nem mondhatod azt magadnak, hogy nem láttam, I didn't see this coming, mert nem igaz. Láttad jönni, csak nem akartad látni, jönni az adott dolgot. És ez van, hogy mindenhol, ahol lemondtál önmagadról, az éberségedről, a tudásodról, mindenhol, ahol van benned egy olyan, hogy mindig fel kell adnod magadat valamilyen módon valakinek, ha csak egy százalék van, ha csak százalék van, ha csak három százalék van, azért, hogy elfogadjanak. De nagyon sok mindenkinek szerintem ez az önmagadként létezés ott is el van cseszve. Hogy pontosan éberek vagyunk arra, hogyha önmagunk lennénk, az valami durva lenne. És nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, nem, én nem. Nagyon sokan azt gondolják, hogy úristen, ez milyen beképzel dolog elismerni magamról azt, hogy wow, én durva vagyok. Hogy én mindent tudok. Én tudom az emberekről, hogy mit gondolnak. Előbb basszus, mint ő tudná, hogy mit gondol. És ez a nagysága szerintem a lényednek, hogy amikor hajlandó vagy birtokolni mindent, ami vagy, akkor soha többé senki nem cseszekedhet veled, soha többé senki nem haszakodhat veled, mert te már előbb fogod tudni, mert a lény mindig gyorsabb, mint a program. Hogyha valaki ilyen programból működik, amit ugye mostanában úgy hívunk, hogy személyiségek, ugyanis mindannyiunknak neked is, az édesanyádnak, a főnöködnek, a kollégádnak, mindenkinek elképesztően sok személyisége van. Nem egy, nem kettő, nem öt, nem tíz, nem száz, hanem több tízezer, vagy akár még annál is több. És ezek a személyiségeid, ezek arra lettek kifejlesztve, hogy tudjál az emberekhez kapcsolódni, mert megérkeztél ide lényként, és a lényed azt vette észre, hogy hát itt a lényeg sehol nincsenek, itt mindenkinek van egy image, itt mindenkinek van egy sztoria, amit mesél, itt mindenkinek van egy valami, amivel kapcsolódik az emberekhez, de egy lényhez csak egy lény tud kapcsolódni, egy személyiséghez pedig csak egy személyiség. És akkor azt csinálod, hogy ó, oh, hát az édesanyám se maga, úgyhogy akkor létrehozok erre egy személyiséget, és akkor azzal fogok hozzá kapcsolódni. És mivel az embereknek nagyon sok személyisége van, ezért nagyon ügyesen le tudjuk azt olvasni, hogy éppen az anyám vagy a párom, vagy a szomszéd Julika milyen személyiséggel kapcsolódik hozzám, és arra a személyiségre kihúzol egyet, vagy létrehozol egyet, amivel klasszul tudsz kapcsolódni. Minden embernek vannak elsődleges személyiségei, amit legfőképpen kitesz a világban. Aztán ezeket cserélgeti. Plusz van egy csomó a háttérben futó, és letapogatva az, hogy éppen hol vagyunk, hogy vagy miben vagyunk, ahhoz képes fogunk előhúzni egy személyiséget. Szóval az életünk 99%-ában nem önmagunkból működünk, hanem működtetjük ezeket a személyiségeket, akik valójában nem is mi vagyunk. És itt van egy izgalmas dolog szerintem, hogy ez az egész utazás erről szólna, hogy amikor te elkezdesz igazán önmagad lenni, amikor elkezdesz igazán magadért választani, amikor elkezdesz kíváncsi lenni arra, hogy mi van minden image-em mögött, mi van minden dolog mögött, ami, amit próbálok a, a, világnak mutatni, hogy mi van ez alatt, mi van e mögött. És erre mondtam nektek, hogy pont erről szól ez a Bing Jutam hogy, hogy ugyan most a pénz lesz a témánk, ami szerintem egy úgymond fontos topik az életünkben, mert, mert nagyon sok mindenki utálja, nagyon sok mindenki szenved vele, nagyon sok, mindenki, nagyon sok nézőpont van róla, nagyon sok ítélet van róla. És őszintén, amikor az embernek van pénz, akkor több lehetősége van, akkor klasszabb dolgokat tud létrehozni a világban. Szóval, mivel tudod jobban megváltoztatni ezt a világot? Pénzzel vagy pénztelenül? És szerintem pont ez az izgalmas ebben, hogy, hogy a pénz nem egy rossz dolog, a pénz egy eszköz arra, hogy ezt a világot meg tud változtatni, hiszen amikor van pénzed, akkor tudsz a nagy lelkűség teréből működni, akkor embereknek tudsz olyan dolgokat adni, amit ők soha nem engednének meg maguknak, ezzel kinyitsz valamit a világukon. Szóval, hogy annyi része van annak, hogy miért érdemes pénzzel rendelkezni, nem pedig megszabadulni tőle, kívül tartani magadon, hanem amikor igazán önmagad vagy, akkor a pénz az csak egy dolog a világodban, amiben könnyedséged van, tudod róla, hogy bármikor képes vagy megteremteni, tudod, hogy, hogy bármikor eljön hozzád, mert, mert pont arról szól ez az egész, hogy te energetikailag vagy egy tér. Jelenleg az a tér, ami vagy, abba egy bizonyos mennyiségű pénzt tud csak bejönni, mert az ajtónak van egy mérete. És amekkor az ajtód, azon az ajtón annyi pénz fog bejönni, hiszen az a pénz is csak energia. És amikor elkezdesz beletágulni önmagadba, elkezd az ajtó is egyre nagyobb lenni, és egyre több minden fog tudni bejönni azon az ajtón, ezt, ezt hívják ugye befogadásnak. És mit csinál egy végtelen lény? Egy végtelen lény végtelenül létezik, végtelenül érzékel, végtelenül befogad, és végtelenül tud. Szóval egy lény képes bármit befogadni, ha tényleg önmaga, hogyha a önmaga tere. Hogyha te, hogyha te össze vagy húzódva az életedben, ilyen icipicire, és folyamatosan lemondasz magadról, és ilyen kicsinek teremted az életedet, akkor semmi más nem jöhet el hozzád, csak is az, ami befér az ajtón. Ahhoz, hogy több legyen az életedben, akár pénz, akár nagyszerűbb párkapcsolat, nagyszerűbb bármi, ahhoz bele kell tágulnod egy térbe. És bennem például mostanában egy nagyon sok ilyen gondolat fogalmazódott meg, hogy azt hiszem rádöbbentem arra, hogy egy csomó mindennel kapcsolatban ilyen hazugságban voltam az életemben is. Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy Geri Douglas mondta egyszer egy könyvben olvastam, hogy, hogy hazudj mindenki másnak, de önmagaddal legyél piszkosul őszinte. És nagyon sokszor az életünkben azt csináljuk, hogy hazudunk másoknak is, meg magunknak is. Nem egy olyan módon, hogy jaj, nem én ettem meg a emlét, nem tudom, ki volt az, hogy szóval ne ilyen hazugságokra gondoljatok, hanem ilyen vakon vagyunk és van egy nézőpontod valamiről, és azt mondogatod mindenkinek, és saját magadnak is. És nagyon sokszor mondjuk, nem igaz, nagyon sokan mondják, hogy áj, én nem akarok gyereket, vagy á nem akarok párkapcsolatot, á én nem akarok ezt, azt. Mondjuk ezt valamiért, lehet védekezésből, lehet valakitől átvettük, lehet, hogy annyira megbántott minket a volt párunk, hogy azt mondjuk, hogy fú, hát nekem se gyerek, se párkapcsolat nem kell, mert na én velem ez még egyszer biztosan nem történik meg. És alapvetően, hogyha neked kiteljesedés lenne az, hogy legyen gyereked, az életednek az a kiterjesztése lenne, hogyha neked, neked van egy ilyen részed, ami, ami egyébként abba, abba, abba úgy meg tudna érkezni, haza tudna érkezni, és te ezt úgymond egy egy életesemény miatt így így eldöntött, hogy akkor, na, ez nekem nem egy út. Nincs benne az a nyitottság, hogy igen, itt most ebben a tíz másodpercben, ha megkérdeztek, akkor nem akarok gyereket, de nem tudom, mi lesz fél év múlva, nem tudom, kivel fogok összetalálkozni, nem, nem tudhatom, mi lesz három év múlva, nem tudhatom, mi lesz öt év múlva, nem tudhatom, hogy a változásaimban, amin keresztül megyek, hová fogok eljutni és nem, akarok, nem arra akarok senkit rábeszélni, hogyha nem szeret egy gyereket, hogy legyen gyereke, hanem, hanem csak megmutatni nektek azt, hogy minden, amiről eldöntött, hogy azt nem, az lezárod az életednek egy részét. És például nekem is egy csomó minden van az életem, hogy most látom azt, hogy volt valami az életemben, ami nem működött, emiatt eldöntöttem, hogy azt a dolgot nem akarom, és mondogattam mindenkinek, és saját magamnak is, hogy én ezt nem akarom, én ezt nem akarom, én ezt nem akarom, á, én nem, én nem, én nem. Például nekem a párkapcsolat is egy ilyen dolog volt, hogy á, én nem akarok párkapcsolatot, jó jól vagyok egyedül, köszönöm, hogy nem akarok párkapcsolatot, én jól vagyok egyedül, köszönöm. És rá jönnöm arra az utóbbi időben, hogy wow, ez szerintem amúgy nem igaz, hogy nem akarok párkapcsolatot. És, és itt vannak ezek a dolgok, hogy amikor hazudsz saját magadnak, amikor nincs meg ez a, ez a ez a fajta sebezhetőség saját magaddal és az életeddel, akkor valami olyat fogsz teremteni, ami nem fog neked működni, és nem oda akarok elmenni, és akkor ups, bele kell ugrani egy következő párkapcsolatban, nem csak nyitva kell hagyni az ajtót a lehetőségeknek. És amikor megérkezik a lehetőség az életedbe, akkor eldöntheted róla, hogy választod-e vagy nem. De hogyha húzol egy falat, a lényed kör, és azt mondod, hogy na, ezt én biztosan nem, én ezt soha többé nem csinálom, akkor azt csinálod, hogy elkezded szépen magad izolálni, el isolating, inkább így mondom, elzárni magadat a világtól és mindentől. És pont arról szól, ez az egész, hogy ez az egységről szól, az önmagadként létezés és az egységről szól, hogy, hogy azt mondta egyszer, ezt is Geri lesz től hallottam, Egyszer valaki megkérdezte tőle, hogy de mi a tudatosság egyáltalán. És akkor ő azt mondta, hogy a tudatosság az az egység, az az egység közösség, amiben élünk ebben a világban, és amikor amikor, amikor a tudatosságban vagy, az, az azt jelenti, hogy, hogy a tudatosság tulajdonképpen mindent magában foglal, és nem zár ki semmit. Szóval, hogyha önmagad vagy, hogyha egység közösségben vagy, akkor az egység az magába foglal mindent, és nem zár ki semmit. És abban a pillanatban, hogy védekező pozícióban vagy, abban a pillanatban, hogy rejtőzködsz a világ elől, hogy megpróbálsz elbújni a világ elől, hogy próbálsz szeparálódni a világtól, abban a pillanatban nem vagy egységben mindennel. És ez az izgalmas ebben, hogy mi lenne akkor, hogy a soha többi semmiről nem döntenénk el, hogy én azt nem akarom, én azt nem, hanem azt mondod, hogy oké, okay, itt ebben a tíz másodpercben, most nincs semmi másod, ami volt az elmúlt, a jövő az még egy nagy talány, a jövő az csak egy energia, a lehetőségek energiája, nem egy eldöntött, szilárd, fix dolog. Nagyon sokféle jövő létezik. Az emberek azzal hozzák létre a jövőt, hogy minimum két ember egyetért egy adott dologgal, és az megszilárdul. Hogyha te meg én nem értünk egyet valamiben, abból nem lesz jövő. Hogyha te meg én egyetértünk valamiben, nincs pénz. Te azt mondod, hogy nincs pénz, meg lehetőség, én erre jövök, hallom ezt tőled, és azt mondom, hogy wow, ez igaz? akkor mi ezzel egyetértünk, és létrehoztunk egy szilárd valóságot, és utána az lesz a valóságom, hogy, hm, nincs pénz. Szóval fel kell olvasztanunk ezeket, és a Big Newton folyam szinte pont erről szól, hogy ez egy olvasztó tégely. Egyrészt rengeteg eszköz van benne, szóval egy ilyen nagyon vastag kézikönyv, ami tele van egy csomó eszközzel, szóval hazamész, tudod, tudod őket használni van hangfelvétel a tanfolyamról, szuper közösség. A legutóbbi uh, Bingyu ez egy egynapos tanfolyam egyébként, a legutóbbi Bingyu tanfolyamon is uh, ez volt, hogy uh, ff, nem tudom, százan voltunk, vagy csak százan fértünk be a terembe, és durva energiák voltak. Amikor, amikor úgy érzékelet, hogy az emberek kezdenek rádöbbenni arra, hogy wow, na én nem vagyok hülye, és én sose voltam hülye. És amikor elkezdesz rádöbbenni arra, hogy te nem vagy hülye, hogy sose voltál, amikor elkezdenek így leesni a tantuszok, hogy wow, ez durva, akkor elkezdesz rájönni arra, hogy na, én nem vagyok hülye, na, velem senki ne szórakozzon. Elkezded visszavenni ezt az erődet, amiről én is meséltem nektek itt egyik éjszaka, hogy és az intenzív, az sokszor úgymond fájdalmas. Elkezdesz visszatérni önmagadhoz. Elkezdesz rádöbbenni arra, hogy erős vagy, elkezdesz rádöbbenni arra, hogy nem vagy elcseszett. Elkezded meglátni, hogy mennyi helyen próbálják az emberek megállítani a teremtéseidet. Egy-egy elejtett mondattal, egy-egy elejtett gondolattal. Hogy az ember, amúgy ezt nem tudatosan csinálják, csak benne van egy ilyen, hogy ő nem akarja kevesebbnek érezni magát, Amúgy van egy olyan nézőpontja magáról, hogy ő nem elég ilyen, vagy nem elég olyan. Jössz te, lelkes vagy, örülsz az életednek, hú, hú, gyerünk, menjünk, teremtsünk valami csodás dolgot, és azt mondja, hogy na, az meg. És már bekapcsolnál a program, hogy mit lenne érdemes mondanom neki, amitől legalább egy kicsit kevesebbnek érzi magát, de nem veszi észre, hogy bármit csináltam. És akkor jönnek azok a dolgok, hogy jaj, figyelj már, amúgy tudod, az XY-nak van az a cucca, a tudod, hogy miért nem megy neki olyan jól? Hát, mert nem csinálja ezt, meg ezt, meg ezt. De mivel én itt vagyok neked, és mi csináljuk ezt, meg ezt, meg ettől, ezt, ettől mennek jól a dolgok. És akkor rájössz egy ponton arra, hogy ó, azt mondja nekem, hogy ő nem lenne, nem mennének jól a dolgok, úgyhogy szükségem van rá. Ezzel azt mondja nekem, hogy ha ő nincs, akkor ez az egész nincs. És szépen lassan ezt hívja gázlángozásnak. A gázlángnak az a lényege, hogy elvegye az erődet. Kérdezi a Timi, hogy, vagy Ági, nem tudom, hogy melyik nevedet használod, hogy fizikailag is fájt. Figyú, nekem megszémám volt két teljes évig, ami konkrétan ennek a éjszakának köszönhetően szőrén szállán eltűnt. Mind a lábfejemről, mind a tenyeremről. Két év után. Szóval, hogy amikor valaki lefolyt téged, olyan, mint hogy egy kukta alá megpróbálna téged bezárni. Nehogy már több legyél, nehogy már menjél, nehogy már elő önmagad, ne hát nehogy több pénzed legyen, hát nehogy több legyél önmagadból, nehogy már ez a megállíthatatlan valami legyél. Igen, volt egy ilyen élményem egyébként, hogy elmentem egy tanfolyamra, és fú, nagyon durván így az erőmbe visszarakott a facilitátor, és így wow, durva élmény volt. És azt mondta erre nekem valaki, hogy ott kezdtek közöttünk elromlani a dolgok, amikor elmentem arra a tanfolyamra. És az volt számomra a nagy vékapkó, hogy wow, az a tanfolyam visszaadott nekem mindent, ami voltam. És elkezdtem önmagam lenni. És mit mond erre a másik, hogy akkor kezdtek el elromlani a dolgok. És amúgy több mindenki, azután a tanfolyam után több mindenki mondta ezt nekem, mert az akkor csapatommal se tudtam már tovább együtt dolgozni. Egyszerűen csak elkezdtem meglátni egy csomó mindent, meg elismertem magamnak azt, hogy én durva vagyok. És nem egy ilyen beképzelt módon, csak hogy én, mint lé, na hát, nincs olyan, ami lehetetlen, nincs olyan, amit ne tudnék megoldani, nincs olyan, amit ne tudnék megteremteni, hogy, hogy, én, hogy én csak menni akarok menni, 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 és soha nem megállni senkiért. És csak jöttek szembe, csak záparoztak az emberek, akik mindent mondtak, csináltak, éreztettek energiába, hogy a Nikolett, nem menjél, az nekünk veszélyes. És sokszor hónapok, évek kellenek, még az ember áll át arra, hogy hol van gázlángozó. De hogyha ügyes vagy, és elkezdesz magaddal foglalkozni. Szóval most, ez, amit, amit talán még mondanék ez a, ennek a mai live-nak a kapcsán, hogy ne azt nézz, hogy mit csinálnak kint a többiek. Azt nézz, hogy mit csinálsz te. Oké, okay, hol húzom össze magam? Ki az, akinek a közelébe kevesebbnek szoktam érezni magam, annak ellenére, hogy dicsér engem. Mert ez is egy durva cucc, hogy az, aki gázlángoz téged, azt tulajdonképpen úgy tesz, hogyha ő azt akarná, hogy te menjél, hogy te sikeres legyél, és azt csinálja, hogy már egy idő után úgy csak vele töltöd az idődet, már csak benne bízol meg, csak vele vagy képes a nem tudom én mire, és valahogy mindig az van, hogy ő az, aki elveszi az erődet, menekülnél, azt érzed, hogy áj, nem akarok ebbe lenni, az ez nekem nem működik, Á, valami nem működik, mennél, de valahogy mégis visszamész oda, mert az történik veled, hogy, egy, hogy, mivel elvette az erődet, de nem veszed észre, mert azt is létrehozza a gázlám az, hogy elveszi az erődet, és elhiteti veled, hogy csak benne bízhatsz. Csak vele tudod, csak vele, csak vele is. Ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem mindannyiunknak felfedezni, hogy, hogy, hogy hol vagyunk elerőtlenítve az életünkben. Mi ennek az értéke? Mit imádunk ebben, és mi van-e mögött? Mert hogyha mögé nézünk, akkor hogyha te igazán önmagad lennél, hogyha te ez a megállíthatatlan, potens, potenciál lennél, az a végtelen lény, aki vagy, aki idejött ebbe a testbe, akkor releváns lenne ez a sok minden, akkor elhinné de bárkinek, hogy nélkül nem vagy rá képes, elhinné de, hogy egyedül nem tudod megcsinálni, elhinné de mindezeket a dolgokat, vagy csak fognád magad és mennél. És szerintem ez nem egy, ez nem egy választás, ez nem egy sprint, hanem ez egy maraton. Ez arról szól, hogy először elkezdett felfedezni, hogy ó, oh, ez történik velem, Ó, oh, ez itt is történt. Először elkezdesz látni. És ez a legfontosabb, hogy mi van akkor, ha nem kell katasztrófákat teremtened az életedben ahhoz, hogy elkezdjél látni. Szóval az első dolgod az lenne, hogy figyelj. Figyeld meg az interakciókat, figyeld meg a találkozásokat, figyeld meg az embereket. És nekem például ez lett egy ilyen nagyon nagy felismerésem az elmúlt két hétből, hogy na, redukálni az embereket az életemben. Tehát, hogy senkivel nem vagyok hajlandó interakcióba lenni, aki nem akar önmaga lenni, aki, aki a programjaiból, a lényeiből, a... ezekből kapcsolódik hozzá, mert nincs rá időm, ez csak ez a fucking waste of time, hogy ez csak időpazarlás. Pazarolom az időmet arra, hogy bárkivel találkozzak, aki, és pont hallgattam egy tök jó interjút az oprával, és ő mondta, hogy nem tudsz senkivel semmit csinálni, aki ennyire kicsit is féltékeny rád. Azért, aki vagy, azért, ami vagy. Nem tudsz, mert hogyha hát ő egy ilyen picit is irigy vagy féltékeny rád. Mert érzékeli a lényed erejét, azt a potenciált, amit te vagy. Hogyha egy ilyen picit is valaki irigy rád, vagy féltékeny, mindegy, melyik szót használod, hogyha ez ott van, vele nem tudsz menni, az mindig egy ilyen kis kavicsként bent lesz a rendszerben, a mosógép dobjában, és mindig ott fog zörögni, és mindig piszkálgatni fog téged, és nem fogsz tudni. Neked olyan emberekre van szükséged, akik abban érdekeltek, hogy te menjél, aki nem akar megállítani, aki abban érdekelt, hogy te önmagad legyél, és a szuperhíra számotokra, hogy van ilyen, létezik. És itt van egy dolog, amiről elkezdtem nektek mesélni, hogy akarok-e párkapcsolatot, akarok egy gyereket, akarok -e ezt, akarok-e vállalkozást, akarok -e ezt, azt. Amikor ilyen vakon van az ember, és nem látja meg az igazságot, hogy, hogy mi van, akkor ilyenkor van az, hogy folyamatosan valami, valami tök más fogok csinálni, valami tök más fogok teremteni, mert nem uh, vagyok hajlandó meglátni azt, ami, az igazságot, ami van az életemben, és mindig vissza kell magamat fogni valamilyen módon, vagy ezzel úgymond megállítom a saját életemet, meg a lehetőségeimet. És szerintem egy nagyon érdekes dolog a világunkban, az életünkben az, hogy hogy hogy, hogy, hogy nem megyünk, nem vagyunk hajlandóak felfedezni a lehetőségeinket, mindent, amit van, inkább úgy vagyunk hogy megelégszünk ezzel a. A lesz. mondta, ezt is egyszer egy könyvében olvastam, hogy, hogy, hogy megelégszünk a bélyeg méretű élettel. Hogy azt mondjuk, hogy lemondunk mindenről, ami vagyunk, lemondunk mindenről, ami igaz nekünk, azért, hogy megfeleljünk, vagy, vagy hogy. Na és itt jön a, a témánk, a mai, hogy, hogy hogy hogyan választ nagyobbat. Szerintem ennek ez a folyamat, hogy először is elkezdesz figyelni az életedben. Elkezdesz látni. Amúgy meg fogsz lepődni, hogy egy csomó ember úgy néz ki, mintha azt akarná, hogy menjél. Egy csomó ember úgy néz ki, mintha támogatna téged önmagadban, de közben nem igaz. És nem kevere semmit kezdened. Visszanézhető lesz a live, igen. Itt is, meg a YouTube-on is, meg föl fogjuk tölteni a a YouTube-ra még egyszer, hogy könnyedén megtaláljátok. Szóval egy csomó ember úgy tesz, mint hogyha szurkolna neked, meg örülne az örömeidnek, de hogyha van a világában egy ilyen pici féltékenység is, csak egy ilyen picike, akkor ő igazán soha nem akarja, hogy menj is. Nekem ez lett most egy ilyen nagy felismerésem a saját életemben, hogy, hogy nagyon kevés olyan ember van, akivel fél óránál többet szeretnék eltölteni. Aki tényleg nem akar megállítani, aki tényleg nem zavar az, ami vagyok, aki vagyok, és aki ne akarna valamilyen módon valamit tőlem. És nem egy ilyen ültözési mániából, hanem az, aki, szóval nekem ez egy érdekes dolog, hogy az, aki em, például, főleg fölteszem magamnak azt a kérdést, hogy milyen, milyen férfi mellett tudom elképzelni magam, vagy milyen vállalkozást tudok magamnak elképzelni, vagy milyen lenne önmagamként létezni, akkor nem oda menje, hogy jaj, nincsenek ilyen férfiak, ilyen nincsenek ilyen emberek, vagy, vagy, milyen lenne az, hogy olyan emberek vesznek körül, csak is, és lehet, hogy ez három ember, lehet, hogy ez öt ember, olyan emberek vesznek körül, aki abba érdekelt, hogy én több legyek magamból. Hogyha én nem abba vagyok érdekelt, hogy te több legyél magadból, akkor én tudat alatt mindent el fogok követni, hogy megállítsalak téged. És nem szándékosan csinálom, hogy ó, ki gondolom, hogy ú, azt fogom neked mondani, Rozi, hogy, hogy, bedobok egy mondatot, amit tudom, hogy be kell dobnom, hanem csak történni fog. Mert a personality, a, a személyiség fogja pörgetni a tányért. És ugyan, hogy ú, ez az ember több lesz, mint én, mit kellene bedobnom itt, hogy elérjem azt, amit szeretnék, hogy ne legyen több, mint én. Szóval nem úgy történik, hogy ezek az emberek szándékosan csinálják ezt veled. Van, aki igen, de szerintem a 90 uk nem szándékosan csinálja veled, hanem ő maga sem tudja, hogy futnál a program, hogy úgy nem akarom, hogy az illető több legyen, mint én. És mondjuk maradjunk egy párkapcsolati példánál, mert szerintem ez tök jól megmutatja ezt. Szóval van bennem egy ilyen, hogy leülök mondjuk magammal, és azt mondom magamnak, hogy oké, milyen férfi mellett képzelem el magamat? Milyen lenne számomra az ultimét párkapcsolat, amiben úgy azt érzem, hogy wow, önmagam tudok lenni, ki tudok teljesedni, nem kell visszafognom magam, nem kell valami másnak lennem, nem kell valami más mutatnom, mint ami valójában vagyok. Milyen lenne csak ülni a másik mellett, milyen lenne az ölelése, milyen lenne blablabla. Bla, bla. Én nem hiszek ebben a nagy meghatározásban, hogy írjál listát, hogy milyen lenne. Nem az a lényeg, hanem az energiát figyeld és azt néznek, hogy te milyen lennél mellette, nem az számít, hogy az ember milyen, mert az, hogy már ez hogy fog kinézni, hogy hol lakik, az már tökre nem releváns, mert egy dolog számít, hogy te több leszel önmagadból mellette, vagy kevesebb leszel önmagadból mellette. Nem számít, hogy az illető hány centi, nem számít, hogy mekkora pénztárcája, nem számít, hogy Szőröse melkasa vagy nem, vagy a csajoknál, hogy kereke a feneke nem számít egy dolog számít neked, hogy te önmagad tudsz -e lenni mellette, vagy nem tudsz önmagad lenni mellette, decét, semmi más nem számít. Ha az illető nem önmaga, nem tudsz önmaga lenni mellette. Ha az illető működtet egy csomó programot, és kisfiúként viselkedik, vagy kislányként viselkedik, nem tudsz önmagad lenni mellette. Valaki mondott nekem egy tök jó példát, hogy beülsz mellé a homokozóba, de nem akarsz ott lenni a homokozóba, nem tudtok egymással játszani, mert nem vagytok egy szinten mert ő még csak egy éves, te meg nyolc. Nem tudtok egymással mit kezdeni. És ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog az az, hogy nem az a kérdés, hogy hol van ez az ember, hanem az a kérdés, és nekem ez volt egy ilyen nagy aha pillanatom az elmúlt napokban, hogy oké, okay, hogy nekem mit kell megváltoztatnom ahhoz, hogy egy ilyen ember szobáljon velem? Hogy nekem mit kell megváltoztatnom ahhoz, hogy jöjjön egy ilyen ügyfél? Nekem mit kell megváltoztatnom ahhoz, hogy ilyen barátaim legyenek? Hogy olyan emberek vegyenek körül, aki a családodat kioffolhatod ebből a témából, mert a családod az valószínűleg veled fog változni, ha te változol, de hogy őket nem tudod megválogatni, de a barátaidat azt meg tudod válogatni. És hogyha ráhangolodsz, arra, hogy oké, okay, nekem kivé kell válnom ahhoz, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik abban érdekeltek, hogy én több legyek önmagamból. És én mindig ezt mondom, hogy nekint keres, szóval, hogy mindig olyan emberek fognak hozzá kapcsolódni, akik ott vannak, ahol te vagy. Szóval, mi van, nem kimegyünk és őket hibáztatjuk, hogy jaj, ez az ember ezt tette velem? Nem, az meg, amikor megismertem őt, akkor én ugyanebben voltam, mint ő, tökéletes klik voltunk egymásnak. És nekem ez az izgalmas ebben az önmagadként létezésben, hogy ez nem az okolásról szól, meg a másik hibáztatásáról. Mert ha te erődbe vagy, hogyha te önmagad vagy, akkor jöhet bármilyen gázlángozó, kettő perc alatt penderített kezéletedből, hogy na, takarodjál el innen, ne szórakozzál velem. Felismered 500 kilométerről, 500-ról. Már csak az, ahogy néz, tudod, hogy mi, mi van. Már csak az, mert az energia hangosabb, mint a szavak az energiát fogod felismerni, mert meg lesz annak az energiája, hogy milyen az, amikor valaki el akarja venni az erődet, milyen az, amikor valakibe ott vannak ilyen érzések, hogy jaj, Nikolett, nehogy véletlenül önmagad legyél, meg több legyél önmagadból, majd én mindent elkövetek, hogy megállítsalak téged. És nem ez az izgalmas ebben, hogy neki felé néz, hogy miért történik ez velem, miért jönnek mindig ilyen emberek, én olyan szerencsétlen vagyok, pikulát vagy szerencsétlen, nem egy szerencsétlen, potens vagy, potens lény vagy, nem egy erőtlen szarkupac, hanem egy potens lény vagy. It's your choice. Ez a te választásod. Szóval te tudod megválasztani azt, hogy, hogy ki leszel, te tudod megváltoztatni a programot, ami fut benned, te tudsz azzá az emberré válni, akinek jöhet az a pár, aki azt mondja, hogy hey baby, itt vagyok, I'm having your back, let's go. De ahhoz nekem mit kell megváltoztatnom? És nekem ez volt most egy ilyen izgalmas dolog, hogy ah, szóval nagyon sok ember van körülöttem, akik szeretnék elvenni az erőmet. Oké. Okay. Én mit létezem, amivel ezt megtörténhet? Mert ha én az erőmbe vagyok, hogyha vagy én önmagam vagyok, ezek az emberek olyan távolról elkerülnek engem, hogy a közelemben nem mernek jönni, de még mindig ide mernek jönni. Szóval én mit létezem? Nekem mit lenne érdemes megváltoztatnom? ahhoz, hogy ez ne legyen téma, ez ne legyen egyáltalán releváns, hogy ezek az emberek jó messziről elkerüljenek. És számomra ez az izgalmas kaland, szóval pont erről szól az önmagadként létezés, meg ez a tanfolyam is, hogy elkezded felismerni a helyeket, elkezded meglátni a saját dolgaidat, a viselkedéseidet, a, a mindent magaddal kapcsolatban, és azt mondod, hogy I am fucking all in, I'm changing this. Hogy én rohadtul all in vagyok, és hogy én ezt megváltoztatom és nem kifelé nézek, nem oda mutogatok, jaj, jó, ezt tette, jaj, ő ezt csinálta. Nem releváns, hogy mások mit csinálnak. Nem releváns neked ez egyáltalán. Nem az számít, hogy ki mit csinál. Te mit létezel, amivel ők még mindig úgymond rezonálnak, ami miatt ők még mindig vonzódnak hozzád, amiért te vonzod őket, és amikor megváltoztatod önmagadat, akkor tök mást fogsz vonzani. És ilyenkor van az, hogy elkezdesz kinyílni, megnyílni, még éberebb lenni, még több mindent érzékelni. Elkezdesz, elkezded magadat kedvelni fura módon. Azt fogod érezni, hogy hm, hát nem vagyok én olyan hülye. De ez mind szükséges az, hogy milyen lenne úgy élni, hogy tudod, hogy az emberek miben vannak, de nem kell ítélkezned rajtuk. Ez a ítélkezhetnék, de nem teszem. És ez adja megengedésbe, vagy azt mondja, hogy igen, látom, hogy az emberek mit választanak, rendben van, nekem nem kell azt választanom, amit ők választanak, és nekem nem kell, hogy ez az életem része legyen, én nem kell, hogy ehhez kapcsolódjak. És hagyd mondjam el nektek, hogy az emberek úgy is megmutatják, hogy kik ők valójában a választásaikkal, a tetteikkel, az energiával, amit léteznek. Mert mindenki mondhat mindent, ígérhet neked bármit. Jó, én ezt megváltoztatom, Ugye szoktuk erre mondani, hogy ah, ne azt ne, ne higgy a szavaknak, hanem azt nézd, hogy a másik mit tesz. Én még ezen is tovább mennék egyel, mert amikor már az önmagadként létezés nézed, akkor nem is számít, hogy az illető mit tesz, mert még azzal is megtéveztéget, hát, hogy jaj, csinálja a dolgokat. A teret nézd, amiből csinálja, amit csinál. A tér számít. Az az energia, amiből a választásait hozza. Szóval, Izgalmas dolog ez az egész, szerintem. Láttam, hogy letelt az időm. Igazándiból nem tudom, hogy fél óra vagy egy óra volt a -e megadva nekem, erre nem emlékszem, úgyhogy bocsi mindenkitől, hogyha túltoltam. Szóval ezeket tanítani kellene kötelezően. Hát igen, tanítom őket a Bing Jutam gyertek el! Szóval gyertek szombaton a Bing ütős lesz, durva lesz, hát én a rakétákat begyújtottam magam alatt, úgyhogy ott kőkövön nem marad, azt tuti. Van még néhány helyünk, berakjuk majd nektek ide a linket, és akkor tudtok hozzánk kapcsolódni, csatlakozni, hogyha ez egy olyan tanfolyam, aminek nincsen előfeltétele, szóval nem kell, hogy bárs tanfolyamra menjél, nem kell, hogy brilliáns tag legyél, semmi nem kell hozzá, gyere el, nagyon-nagyon izgalmas lesz ez az egy nap, és azt kell, hogy mondjam nektek, itt vagytok egy csomóan, Henny, Bianca, uh, itt néztem a neveket végig, hogy rengetegen vagytok, akik nem csak egy, hanem akár több uh, Bing-U tanfolyamon is részt vettetek velünk. Van ebből egynapos, kétnapos. Az egynapos az ilyen durván tömény anyag, és uh, rengeteg minden gyönyörű helyen leszünk, a kramplázában, mindig erre is ügyelünk, hogy gyönyörű helyen legyünk, gyönyörű környezetben, szóval már azért is megéri eljönni, de hogyha nem tudtok hozzánk személyesen kapcsolódni Budapesten, akkor gyertek Léci online, mert az is egy klassz élmény lesz, és én egy dolgot ígérhetek nektek, hogy én mindent oda fogok adni, amit megtudtam az önmagadként létezésről, és hogy hogy egy dolog biztos, hogy azután a nap után senkinek nem lesz olyan az élete, mint előtte volt. És nem miattam, hanem miattatok. Azért, mert itt van az idő arra, hogy rohadtul beleálljunk abba, akik vagyunk valójában. Hogyha, hogyha ne, nem lesz itt a link a mai live alatt, akkor ha felmentek a weboldalunkra, akkor meg fogjátok találni a, az események fül alatt ott lesz, hogy Bing után most a hétvégén, vagy itt a Facebook oldalunkon is megtaláljátok a Facebook eseményt, és a Facebook esemény leírásában ott van a regisztrációs link. Hogyha brilliánsok vagytok, akkor természetesen járnak nektek a kedvezmény, ne felejtjétek, ott van a kuponkód valahol, tehát ti úgy is tudjátok, szerintem ezt már a srácok lekommunikálták veletek. És mielőtt még elbúcsúzunk, nagyon köszi, hogy vagytok, imádom ezt az egészet, köszi, hogy velünk tartozok mindenhová, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas kaland ez az egész. A másik dolog, amit még akartam nektek mondani, hogy ne felejtjétek, hogy Krisztián holnap reggel, 8 órakor ő is itt vár benneteket, illetve szerdán reggel is találkozunk, akkor is gyertek nagyon sokan, akkor együtt leszünk Krisz és én, akkor is valamikor az dologról fogunk beszélgetni. Már nem emlékszem, hogy miről, de majd megnézem. <laughs> Ilyen rövid az agyam. És hogyha tetszett ez a mai live, akkor köszönöm szépen, hogyha megosztjátok másokkal is. Ha, ha, ha más, hanem nem az oldalaitokon, akkor köszi, hogyha elkülditek üzenetben. Én úgy érzem, hogy az embereknek erről hallania kellene. Mert egyszerűen más, máshogy működik a világ, mint ahogy ezt eddig gondoltuk, és talán még egy dolgot akartam nektek mesélni, hogy most van egy szuper új könyv ötletem, úgyhogy lehet, hogy jön Nikolát harmadik könyve hamarosan, amiben pont ezekről a dolgokról fogok majd mesélni, hogy mennyire bakon vagyunk az életben, és hogy nem működik az életünk, de nem azért, mert elcseszettek vagyunk, hanem azért, mert totálisan az ellenkezőit csináljuk annak, mint ami működne, mert egyszerűen senki nem adta oda nekünk az eszközöket, amiben és amivel... Na várjatok, még egy dolgot megcsinálok, berakom nektek ide a linket, mert akkor um, azt hittem, hogy van itt velem valaki, aki majd linkeket fog posztolni, de semmi gond, úgyhogy megteszem ezt én magam. Ja, kint is van a Bingyú fülöcske. fülecske. Oké, okay, és... Ta -ta -ta -ta. is berakom nektek ide. Profi. Ta -ta. Kérdezi, Csilla, hogy lesz -e még közös találkozója, mint ami Budán volt. Igen, még ezen dolgozunk, mert nem. Na, sok munkánk volt ezzel a dologgal, és igyekszünk olyan helyszínt találni, ami. Szóval szó volt, ugye, nem gondunk a helyszínnel, csak a, az első helyszín, ugye ez egy arborétum volt, aztán nagyon szigorú volt a szerződés, amit totálisan megértünk, mert. Um, ugye nyilván tele van ott mindenféle védett növényjel, meg mindenféle klassz dologgal. Aztán annyira szigorú volt a szerződés, hogy végül is azt éreztük, hogy nem volt könnyű nekünk, mert mert ugye nem tudunk felelősséget vállalni 500 emberért, hogy ott most nem fog senki letörni egy ágacskát vagy valamit. Aztán akkor hirtelen új helyet kellett találnunk. Úgyhogy egyébként, hogyha tudtok nagyon olcsó tornacsarnokokat uh, vidéken, akár tesi csarnokot, akkor mi bárhová szívesen elmegyünk, és ha megírjátok nekünk, ha van kontaktotok, és tudtok segíteni ebben nekünk, mert ugye ezt önköltségen csináljuk, a mostanit is önköltségen csináltuk, ez elég húzós volt, de semmi gond, mert nekünk megéri, mert tudunk veletek találkozni, de szuper lenne, hogyha tudnánk ilyen költséghatékonyan menni, és akkor valami olcsóbb tesítacsarnokat kibérelni, vagy valami olyan helyet most már azért jönni fog az ősz, jó, még csak augusztus elején van, nem akarom itt hozni a hideget, csak hogy, a következő alkalom az már biztos valamikor ősszel lenne, mert tele a naptárunk. De ha tudtok esetleg valami szuper helyet, amit valami minimál díjon ki tudunk bérelni, mi megoldjuk a hangosítást, meg mindent, azzal nem lenne dolog, akkor írjátok meg nekünk az ügyfélszolgálat kukat.nikolett.com-ra, és akkor a csajok azt felviszik egy táblázatba. Az nekünk nagyon nagy segítség lenne. Úgyhogy ha, ha tudtok ilyet, akkor nem kell, hogy ultimate szexi legyen, nem az lenne a lényege, hanem az, hogy találkozzunk, mesélhessek nektek valami szuper témáról, és hogy kapcsolódhassatok egymással. Végül is ez volt itt Budán, és most szuper volt az a helyszín. Na jó, van, nem domálok tovább. Köszi, hogy itt voltatok velem a reggel. Akkor holnap reggel Krisztel találkozhatok, reggel nyolckor, illetve gyertek szerdán mindenképpen, mert akkor újra itt leszek én is, és akkor beszélgetünk még az önmagadként létezésről. Mua! Szer szombaton meg gyertek a tanfolyamra, nagyon klassz lesz, mert nagyon-nagyon-nagyon várom. Vidékre is megyünk természetesen. A következő állomás az vidéken lesz, igen. Azért volt most Budapesten, mert Budapesten nem volt könyvdedikálás, és ugye vidéken voltunk könyvet dedikálni a legtöbb nagy és a budapestiek azok hiányolták, bár aztán könyvet nem dedikáltam, mert annyira sokan voltunk 400-an, hogy hogy ez nem jött egy szóba, de megyünk vidékre természetesen. Ha ti tudtok valamit, de nem kell, hogy ilyen ultimate szexi, meg nem kell, hogy nagyon nagy legyen. De nem tudom, ahol este szoktak a fiúk, tudom, terem focizni, tökéletes nekünk. És oda bemehetünk, vannak padok, amire le tudnak az emberek ülni, ez nekünk tökéletes. Úgyhogy tudtok bármilyet, ügyfélszolgált, kukasznikart.com. Szép napot nektek, sziasztok. Szép hetet nektek, sziasztok.